A jó hangulatú beszélgetések támogatója a Borsutogó. Hashtag no Filter. Nők, filter nélkül. Az inspiráló, erős nők magazinja. Köszönöm. A műsorszámot Anutriversum támogatja. Szép napot kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a YouTube nézőinket, én Köbel Anita vagyok. És bele is kezdünk a mai beszélgetésbe, egy nagyon várva várt interjú alany van itt ma nálam a stúdióban, aki nem más, mint Péter Szabó Szilvia, énekesnő. Szia, Szia sok szeretettel köszöntelek. Én köszönöm a meghívást. No, hát mi már tudjuk magunkról meg egymásról, a hallgatóknak és a nézőknek mondanám azt, hogy az én karrierem ugye egy kicsit később kezdődött, mint a tied, és azt hiszem, hogy 13 éve kísér végig az, ha valaki találkozik velem, akkor azt a kérdést szokta feltenni, tudod kire hasonlítasz nagyon? <laughs> Igen, tudom, a Péter Szabó Szilvér és mindenki, de tényleg meglát és ezt mondja. Ebből kifolyólag a másik ilyen nagy hasonlás, rá azt szoktam mondani, hogy szerintem ő hasonlít rám, az pedig nem más, mint Gal Gadó, uh -huh. Wonder Woman. Szóval a kérdés adja magát, hogy akkor vajon Péter Szabó Szilviát szokták -e, hát nem Köböl Anitához, hanem... De egyébként van... szoktak hozzád is hasonlítani. Tényleg? Igen. Veled is előfordul? Nagyon sokszor van, hogy kirakok egy képet, és kommentben Tényleg. megjelenik a neved, igen. Na, ezt jó hallani, tényleg körülök, Valamit már elértem az életben. Lehet, hogy egy előző életünkben te sok voltunk. Bármi lehet. Simát. Na de várj, nem akarom elviccelni a dolgot, szóval szoktak-e téged például nem is Gágadóhoz, hanem Wonder Womanhez hasonlítani, és ha igen, akkor Péter Szabó Szilvia, mennyire Wonder Woman a mindennapokban? Fú, igazából én már nagyon sokféle jelzőt kaptam az elmúlt 21 évben, hiszen ugye azóta vagyok jelen a magyar könyvzenében, a magyar médiában és mindenhol. Voltam én már a jéghegytől elkezdve minden. <laughs> Mi az, hogy jéghegy? <laughs> hát volt ilyen jelzőm, jelzőm, is, de hogy, de hogy tény, hogy nagyon sok mindenki ezt hasonlítottak. amióta ami rövid van, meg volt ezért 2008-ban egy időszak, amikor szintén így rövidhajom volt, és sokat voltam hátra zselézve ezt a rövidet, akkor állandóan trinity hogy úgy néznek úgy nézek ki, mint Trinity. Meg így minden, minden is volt már, de én úgy gondolom, hogy hogy a hétköznapokban is én, én nagyon próbálok az maradni, aki, aki, vagy az lenni, aki a színpadon is vagyok. Tehát úgy gondolom, hogy egyik sem, sem megjátszós, vagy egyik sem mm. több, vagy kevesebb, mint a másik. Szerintem ez igazolva is látszik például azokban a kommentekben, amik az interjúid alá érkeznek, és pont ez, amit, amit legtöbben kiemelnek, hogy egy annyira szerethető személyiség vagy, és De hogy nem, nem szálltál nem. el, és tényleg azért van egy olyan siker mögötted, amit, amit azt hiszem, hogy tényleg a farzsebedben vihetsz aztán életed és a kisugárzásod, a megjelenésed, a megnyilvánulásaid, azok soha semmiféle allűről nem árulkodnak. Kérdés, vagy nem kérdés, de hogy ez benned van, ez így van, vagy volt, hogy megcsapott mondjuk ennek a szelle, hogy az a nagyfokú ismertség, amivel járt például ugye a NOX ország határokon átívelő sikere, azt, azt aztán vissza kellett fognod egy picit. Igazából nem. Igen. Az az érdekes, hogy, hogy akkor is, amikor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durván fent voltunk, milyen 2005-6-7, azok, azok, voltak így a nagyon, nagyon teteje a, a, történetnek, és nagyon bízom benne, hogy megint ugyanazon az úton vagyunk majd, hogy haladunk időben előre, majd, majd mesélek. Akkor is az volt, hogy, hogy Csomószor volt olyan, hogy elmentem, nem tudom én, bevásárolni valahova, vagy, vagy csak úgy, nem tudom én, kirándultunk, és megismertek, és akkor ez a, Ja, tényleg, engem ismernek. De, de én, én nagyon szeretek elbújni a hétköznapokban, én, én nem nem szeretem annyira, hogyha, hogyha úgy nagyon, nagyon körbe vagyok, ugrálva, tehát az az, azért érdekes ez nálam, mert ugye a színpadi léthez kell egy egészséges exhibicionizmus. Ez nyilván mindenkiben megvan, aki ezt a szakmát választotta, mert ennélkül nem is lehet csinálni. Viszont... A hétköznapokban meg nagyon nehéz sokszor különbséget tenni, és szerintem te is tapasztaltad ezt már, hogy ki miért közeledik feléd, uh -huh. akár egy friss baráti társaságban, vagy bárhol, hogy most azért, mert, mert te vagy aki, vagy azért, mert kíváncsi rád, hogy milyen ember vagy, vagy, vagy tetszik neki, hogy híres vagy, vagy tetszik neki az, amilyen vagy, és, és most már hál' Istennek másodpercek alatt levágom, hogy valaki rajongóként uh, ugrik rám, vagy, uh, vagy tényleg simán csak barátkozni akar. Úgyhogy De voltak. hogyan szűrsz? Tehát hogyan tudod azt jól felmérni, akár a másodperc tört része alatt? Gyakorlatilag a kérdésekből, amit feltesznek, abból azonnal kiderül, hogy, hogy most ilyen, Úristen, te ismert vagy, és hát mesélj már, hogy milyenek, a, milyenek a, a, nem tudom én, ezek a sztárok, azok a sztárok, vagy vagy, vagy, vagy milyen ez az egész lét, ott, ott rajongás van inkább. Hmm. Például erre egy nagyon-nagyon jó példa, hogy én, nekem az egyik legjobb barátnőm Angliában él, az Andi barátnőm, aki azért lett a legjobb barátnőm, és úgy lettünk barátnők, hogy nem ismert meg. És ezért adtam neki teret. Tehát, hogy jöttünk hazafelé Angliából közös géppel, és egy ilyen tök bagatál kommunikációval elkeztünk elkezdtünk beszélgetni, hogy így engedték be a prioritiseket így előre, és akkor mondta, hogy már szerintem mi is menjünk, és akkor mert én elől, és közben meg olvastunk mind a ketten, egy könyv volt a kezünkben, és akkor egy pár szót váltottunk, és akkor felszálltunk a gépre, és nagyon jött utánam, és tudod, így, így fáradt is voltam, meg hogy haj, mondom, le fog ülni mellém, majd beszélgetni kell egész óta, meg. De végül azon kaptuk magunkat, hogy nagyon jót elbeszélgettünk, mert tényleg hát leült mellém, és, és, akkor így már majdnem Pesten voltunk, amikor így megkérdezett, hogy egyébként mivel foglalkozol? És akkor itt mondtam neki, hogy hát énekesnő vagyok. és <laughs> <laughs> mondtam neki, hogy, és akkor így, ja, utólag elmesélte, hogy, hogy így teljesen kétségbe esett, hogy úristen, biztos valami tehetségkutatóból és tudnia kéne, és deci ki, és nem tudom. És akkor mondtam neki, hogy hát, hogy Nox, meg tudod százszor hogy és mondta, hogy hát igen, tudom, hogy ki a Noxnak az énekesnő, de az nem te vagy. És akkor én <laughs> mutattam neki képet így, én telefonon, és akkor így mondta, hogy hát látom, hogy a telefonon az a nox énekesnője, de az nem, nem te vagy. És, és, annyira nem, nem ismert meg, és annyira egy, egy, idegen, csak egy lányként beszélgetett velem, hogy, hogy megbeszéltük, hogy akkor amíg Pesten leszünk, addig összefutunk egy kávéra, aztán amikor visszamentünk mind a ketten Angliába, akkor is nagyon sokat találkoztunk, és egy olyan barátság, egy olyan olyan lelki összefonódás lett, lett belőle, hogy ez valami hihetetlen. Na várjál, csuliba kell tennem a kérdésemet, vagy az ujjaimat, mert annyi kérdésem lett hirtelen. Azon gondolkozom, hogy a bulvár irányába tereljem el, vagy pedig így a, a lélektani irányba. Mondjuk az egyik kérdés, ami felmerült bennem, hogy ha már például mutattad ennyire a fotót, hogy hát én vagyok ő, ő, én, és ő nem ismert meg, téged. Uh -huh. nem az a nő vagy, akiről azt gondolnám, hogy egészen másképp jelenik meg a színpadon, vagy bármilyen televíziós műsorban, mint amilyennek most itt a hétköznapokban látlak. Mert azért ismerünk ilyet is, hogy nem ismered meg, mert egy annyira torz képet látunk, vagy éppen uh, Csillivilli képet látunk, ugye? Szerintem nem, ez nem ezért holban. nem és nem ismert meg, hanem, hanem amiatt, hogy ugye nyilván élőben mindenki, mindenki uh, tök más, mint egy fotón tudod, látod a mimikáit, a mozdulatait, uh -huh. a, a, mindenét is, és hogy, hogy nehéz elsőre hirtelen úgy össze, összezni. Biztos te is voltál már úgy, hogy, hogy nem tudom én, mászkálsz egy plázában, és akkor hirtelen, hirtelen meglátsz egy, egy celebet, egy ismert valakit, és lehet, hogy elsőre le esik, hogy ő az, mert annyira nem ismered meg amiatt, hogy ott van élőben, látod a magasságát, látod, hogy hogyan felöltözve, lehet, hogy pont épp nincs rajta, smink, vagy ez az amaz. Tehát, hogy, hogy tény, hogy én, én ugyanolyan vagyok a, a hétköznapokban, csak kevesebb sminkkel, mint mondjuk a színpadon, de de hogy, hogy ez nekem nagyon pozitív volt. Na most a, a másik gondolatiág viszont, ami elindult bennem, az az, hogy például volt-e neked csalódásod abból kifolyólag, hogy beengedtél valakit az ismerkedés során, mert mondjuk neked is ő szimpatikus volt, mert egy kicsit ezt hallottam ki a szavaidból, hogy ma már tudsz azért jól szűrni, de nem biztos, hogy ez mindig így volt, és hogy mondjuk esetleg megégetted magad bármilyen módon. Persze, hát ö, igazság szerint annó, amikor amikor ez az egész tényleg úgy, úgy elindult, azért túlnyomó többségben ö, az ember szerintem azt tapasztalja ilyen szituációkban, hogy hirtelen nagyon sok barátja lesz. Hmm. És, ö, és abból azért, azért akkor, amikor az ember még annyira nem látja át, vagy nem érzi át ennek a, ennek a ö, filozófiáját, hogy hogyan is működik, ö, akkor még, még nehéz, nehéz szelektálni, és azért voltak, akik elég gyorsan, gyorsan kikoptak, aztán volt párkapcsolat is, ami pillanatok alatt ö, ö, dőlt így dugába ö, emiatt, de hál' Istennek nem volt sok Uh -huh. Mondjuk az a szerencsésebb helyzet, igen, igen, de az, az odaig vezető út azért lehet, hát hogy is. Olyan nem nagy volt, ami így ami egy nagyon, nagyon szíven ütött volna, vagy ilyen nagyon-nagyon durva lett volna. Na pont ezt szerettem volna kérdezni, mert akkor válik szerintem sokkal óvatosabbá az ember, ha tényleg olyan szinten égeti meg magát, ami, ami konkrétan fájdalmat okoz neki, nem fizikailag, hanem a lelkedben, hogy azt viszed magaddal, és aztán idő előre haladtával azt meg kell tanulnod a megfelelő fiókba betenni. De akkor ezek szerint ilyen hatás nem ért, hanem egyszerűen csak óva vagy? E, igen, mert e, akkor, amikor ANOX nagyon-nagyon ment, és, és, és nagyon sokat dolgoztunk, akkor igazság szerint én szociális életet szinte egyáltalán nem éltem. E, nem jártam sehova, nem is nagyon volt engedve, hogy járjak ide-oda oda. Tehát én egy picit ilyen arany, aranykalitkába be voltam zárva 600 lakattal, és, és e, e, ki voltam engedve, amikor menni kellett dolgozni. E, és ebből kifolyólag nagyon sok minden kimaradt nekem ott a 20-as években. Én nem jártam bulizni, nem voltak egyetlen évek, tudod, uh -huh. amit úgy nagyon sokan úgy emlegetnek, hogy ugye, akkor az ember, ember úgy kitombolja magát. És, és amikor elmentem Ausztráliába, ott teljes egészében csak egy lány voltam a sok közül, ahogy a dal is mondja, és, és én akkor ott abban a lelki állapotomban ezt borzasztóan élveztem, hogy mindenkinél tiszta lappal indultam, és senkinek nem volt semmilyen előítélet, semmilyen kép, senki nem mutatkozott be úgy, amikor nyújtottam a kezem, hogy jó, hát tudom, uh -huh. jó, hát de én meg nem. Tehát, hogy nagyon sokszor van, hogy bemutatkozok valakinek, és akkor az nem a saját nevét mondja vissza, hanem az, hogy tudja, hogy ki vagyok. Ezeket úgy meg kell tanulni kezelni. Azért nyilván 21 év alatt az ember megtanul ezzel, ezzel így együtt, együtt élni. Nagyon sokszor nem veszem már észre például, hogyha megbámulnak valahol. A környezetem szokta mondani, hogy... hogy nem zavar -e engem, és mondom, miért valaki meg bámult? És mondtak, hogy hát mindenki. <laughs> és, és tényleg ezt így az ember egy idő után annyira megszokja, hogy, hogy már nem tűnik fel. Nagyon kedves, amikor, amikor kisgyerekkel jönnek oda mondjuk egy ilyen hétköznapi szituációban, hogy tényleg te vagy, és fi, ír, aláírod, kérlek, úristen, és ez, tehát az, azok nagyon cukik, és, és nagyon szoktam figyelni rá, hogy akármilyen hangulatom van, mennyire is nem éppen topnapon van aznap, akkor ott abban a pár percben uh nagyon figyelek arra, hogy, hogy miként kommunikálok, hogy hogy meg mint. Na, mesélj már nekem egy kicsit, kérlek arról, hogy ma Magyarországon milyen ismert embernek lenni. Tehát amikor hát, de tényleg kíváncsi vagyok rá, mert hogy azt látjuk a, a, a filmekben, azért látjuk a nagy díját adó, ami ugye nemzetközi díját adó, de még a hazai nagy volumenű, most csak mondok egyet régen, ugye volt a, a Viva Comet, mm -hmm. ahol azért a fiatalok ott voltak, és Igen. mentek ki a rajongásuk tárgyához, és csak egy fotót, csak egy aláírás hat hadd kérjenek, hogy ez tényleg ilyen? Tehát te, aki ezt azt gondolom, hogy megérted, megélted a maximumán, annak azért van egy képe erről, hogy milyen ismert embernek lenni ma Magyarországon. Ugye, igazság szerint annyira nagy léptékek, mint amit mondjuk egy filmben látunk, vagy egy külföldi díját adon, azok itthon nincsenek meg. A magyar ember, a magyar társadalom az alapjában véve nem egy ilyen túlzottan rajongó társadalom szeretik valahogy a tudtomra hozni azt, hogy megismertek, de, de, de az, amit az ember erről elképzel, hogy fú, ha megismerik, akkor így megrohanják, meg nem tudom, az nincs. És uh, én tényleg azt látom így a, a, a pályatársaimnál is nyilván, hogy, hogy úgy is el lehet menni Uh -huh. hogy az ember totál úgy néz ki, mint egyébként szokott. Mondjuk nekem a hátra nyalt hajammal és a kihúzó macskásra húzott szememmel, de úgy is el lehet menni, hogy, hogy mondjuk egy baseball van a fejedbe húzva, és ki van engedve a hajam, akkor, akkor kevésbé vágják le elsőre, hogy, hogy ki vagyok, csak úgy az arcomból hirtelen fú, de ismerős vagy. Hát a kedvenc sztorim, úristen, készen, Akkor, amikor ugye elkezdett úgy nagyon fölfelé ívelni minden, akkor tájt realizáltam, hogy hát távolra már nem olyan jól látok, mint kéne, és el kéne menni szemüveget venni. És elmentem az egyik ilyen nagy plázába, egy szemüveges boltba, és akkor ott a kereteket, és akkor odajött hozzám az eladó, hogy segíthet-e, és akkor úgy tanácsot kértem tőle, hogy, hogy szerintem melyik keretet vegyem, vegyem, meg, és akkor ahogy rajtam volt a keret, így mondja, hogy mondták már, hogy mennyire hasonlítasz a Péter Szabó Szilvire. És akkor így, tudod, így a játékba, mondom, tényleg? És akkor azt mondja, csak le a keretet, és levettem, nézd, ja, ánám,! nem. <laughs> Tehát, hogy körülbelül jönként, neki, hogy Nem, vagy nem, te. nem akartam ezt a törnyelőszínuszióit, hogy de egyébként, de. de igazából megkérdezik, hogy jól látják-e, és akkor elmondják, hogy, hogy fú, nagyon szeretem a zenédet, és annyira, és jaj, de jó, hogy itt vagy, akár egy postán, vagy, vagy egy boltban, vagy bárhol, ezek, ezek jó lesznek nagyon. Amikor nyilván koncertek után, amikor dedikálunk, akkor, akkor azokat én azért imádom nagyon, mert ott van lehetőség arra, hogy, hogy pár szót váltsak azokkal az emberekkel, akik, akik, egyébként szeretnek minket, sokat jelentünk a számukra, és, és akik, akiknek nagyon hálás vagyok azért, hogy beengednek az életükbe immáron 21 éve. Miközben azt gondolom, hogy te pontosan az a közismert szereplő előadó művész vagy, aki Egyrészt is ezért a szeretetért, másrészt pedig egyáltalán nem vagy szélsőséges. Tehát, hogy csodálkoznék, hogy bármiféle negatív hatást téged érne, mert, mert annyira te használtad talán az előbb, nem? Hogy a szomszéd lány, hogy tényleg Igen. a szomszéd lány vagy. De hogy, hogy jól érzékelem? Hogy egyébként tényleg egy ilyen nagy szeretett buborék vesz téged körül? Hát én, én nagyon mosolygós és nagyon pozitív, pozitív ember vagyok alapjában véve. Én nagyon szeretem az embereket. Én nagyon szeretek szeretek adni, én nagyon szeretek hülyéskedni. A barátaim tudják, hogy, hogy hogy azért velem lehet jókat bulizni. Bár régen mindenki azt hitte, hogy én ilyen, ilyen bezárkózott, ilyen mufurc a jéghegy is ugye Ebből jött, Jaját, hogy, hogy, uh -huh. hogy, hogy én biztos, milyen hideg vagyok, meg nem tudom én. Hát ez egyáltalán nem igaz. És, és igazság szerint a, a, a 20-30 évvel ezelőtti ismerősökre, barátokra is ugyanúgy mosolygok és köszönök rá, és, és csacsogunk el, mint, mint, mint annak előtte. És hál' Istennek tényleg nagyon kevés negatív, negatív dolog ér. Persze, nyilván ismerjük, hogy, hogy a social média terjedésével, és az internet egyre nagyobb irányú mindenbe is belelátásával az ember azért kivantéve annak, hogy ha kell, ha nem belekötnek. Tehát ha, ha rövide hajad azért, ha hosszú hajad Azért. Hát, e, tehát még ez azért mondjuk téged is elér? Persze. Na, azt gondoltam, hogy ettől is mentesültél. Nem, nem, hát volt egy nagyon kedves komment a múltkor, hogy e, akkor, amikor levágattam a hajam, és ugye a saját oldalamra, nem Facebookra, csak Instára, kiraktam, hogy e, rövidebb is lett, világos is lett, de hogy nagyon szeretem, mert kíváncsiak rá a, a követőim, hogy mi történik velem. Hát ugye erről szól a social media, Igen. mint olyan, főleg ismert embereknél. És... E, Szerintem a szomszéd lány is kiteszi, hogy a barátai lássák, uh -huh. hogy levágott a haját. Na mindegy, és akkor ugye nyilván ezt te is tudod, hogy úgy működik, hogy a bulvár média az figyeli a különböző social média felületeket, és akkor abból szemezgetés ír különböző cikkeket, sokszor megkérdezés nélkül, mert nem akkor a volumenű a dolog. És akkor lehozta egy ilyen internetes újság, hogy, 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 levágottam a hajam. És akkor így jönnek rá ezek a cuki kommentek, hogy, hogy most tényleg ez úgy működik, hogy így felhív mindenkit, hogy ha hol levágattam a hajam, csak hogy benne legyek, az meg nem tud letenni semmit az asztalra. És Na akkor jönnek ezek a ezek, és akkor így olvasom, hogy ember, mi van veled? Na mindegy, és akkor ilyenek azért vannak nálam is nálam is bőségesen. Mindezt mondjuk így másfél hónappal a teltházas Arena koncertünk után vicces volt olvasni, de hogy... De hogy érintenek meg? Ezeket? Már nem. Már nem. Volt egy időszak, amikor... Ugye amikor az Euróvízióra mentünk, ott az a 2005-ös időszak, amikor minden díjat is megnyertünk, tényleg ilyen 40-50 ezer példányokat adtunk el a lemezeinkből. Volt a Ginorba három nagy lemezünk, ami már a megjelenés előtt platina lemez lett, olyan berendelések jöttek elővételben, és, 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 tényleg mindenhol, mindenhol minket akartak, és mindenhol mi voltunk. Akkoriban azért kaptunk nagyon sok, nagyon sok hideget, meleget, hiszen minél ismertebb vagy, és minél híresebb, és minél uh, nagyobb sikereket érzel, el, annál többen utálnak. És uh, ez nálunk is így volt, akkor hosszú időre le voltam tiltva a mindenféle ilyen fórumok uh, olvasgatásáról, mert annyira kikészültem tőle, hogy, uh, hogy meglátszott a teljesítményemen is. Uh, akkoriban még ugye nem volt Facebook, Insta, semmi ilyen social media uh, történet, akkor voltak ugye weboldalak, és a weboldalakon voltak fórumok, ahol arc nélkül uh, mindenféle nick néven, uh, bárki bármit írhatott, és ez esetünkben is nyilván, nyilván így volt. Ezeket ugye el kellett kezdenem helyére rakni, és ebben is nagyon sokat segített egyébként a külföldi lét, és amikor onnan, onnan, hazajöttem, én mindig azt nem értettem, hogy vadidegen emberek, akik mondjuk soha nem néztek a szemembe, soha nem érezték az aurámat úgy közelről, soha nem mosolyoghattam az arcukba, uh, hogyan írhatnak le egy olyat, hogy mondjuk gyűlölnek? Hmm. Tehát, hogy ezek olyan érdekes és olyan nagyon-nagyon erős energiával bíró szavak és kifejezések, és úgy dobálóznak vele emberek hogy, hogy így ledöbbenek rajta, hogy, hogy lát egy emberből nem is egy negyedet, hanem csak egy ezredet a médiában, és, és az nem is a fele az embernek, hanem tényleg csak egy, egy icipicike kis valamilyen, szeletkéje, és, és abból olyan konzekvenciákat vonnak le emberekről, hogy ez valami döbbenet. Van ő saját megfejtésed arra, hogy ez miért van? Vagy az általános nézet, hogy egyszerűen egy szelep az emberek számára, és az saját magukban lévő feszültséget vezetik Itt le pontosan. mondjuk rajta, tehát Sokkal jobban jobb, nem a saját életükkel foglalkozni de. addig is, amíg más bántanak, és a saját feszültségüket ki kell vezessék valahol és akkor lehet, hogy inkább nem a, nem a gyerekén, vagy a feleségén vezeti le az az illető, vagy a férjén, hanem, hanem úgy jól esik neki, na most jó, megmondtam annak, mert hogy ő nem tette. Tehát, hogy, mm. hogy, hogy ezek azért úgy megvannak, és én szerintem a COVID-ezen nagyon sokat rontott is. Mm. Tehát egy olyan olyan általános feszültség lett az emberekben, ami, ami régen én úgy gondolom, hogy nem volt ilyen szinten meg. Magamban tényleg így így helyre raktam a, a, a dolgokat, és ami engem borzasztóan feldühít, az az, az ostoba és buta emberek. És, és az ilyen embereket azért nagyon gyorsan iktatni szoktam az életemből, és amikor emberi kapcsolatokról is beszélvén, ha egy picit is, és ebben is a külföldi lét az, ami, ami nagyon sokat tanított, és nagyon sokat hozzám tett, ha egy picit is megérzem azt, hogy bárki nem úgy kezel, vagy nem úgy szól hozzám, ahogy, ahogy én azt gondolom, hogy kellene, akkor, néha át esek egy kicsit a lobby oldalára, kicsit túlreagálom, mert, mert előjön egy védekező mechanizmus, hogy soha de többet az, teszta, akkor, régen az volt. mit, mit vált ki belőled? Hát, Visszaszólsz, de... oda szúrsz, ironikus lesz el? Hú, igen. Kegyetlen? <laughs> nem, kegyetlen azért nem. Nem, de, de, de nagyon kőkeményen kiharcolom magamnak, a, magamnak a, 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 tiszteletet, és hogyha ez nem, akkor, akkor annak az embernek nincs helye az életemben. A beszélgetésünk második felében nagyon szeretnélek majd arról fogadni, hogy mind ez a, ez a közeg ez a környezet, hogyan hat rád édesanyaként és a kislányodat majd hogyan szeretnéd ebben irányítani, de hogy legyen akkor egy kerekegész, és a, a karrier részét is ö, ö, lezárva ezzel a gondolatisággal, megütötte a fülemet az elején, amikor te azt mondtad, hogy kalitkában vagy aranykalitkában voltál tartva akkor, amikor Igen. a NOX indult. Általában az ember a kalitkából ki akar törni. <laughs> hát hány igen. volt ezzel Péter Szabó szélből <laughs> ki akar Figye, ebből törni? Igazából nagyon sokáig nem vettem észre, hogy abban vagyok. És akkor, amikor, amikor úgy összeomlott az életem egyik percre a másikra, 2009 év évközepén, végén, akkor kezdett valahogy, valahogy így kitisztulni a kép, mint amikor felszáll a köd. És így elkezdesz tisztán látni egy csomó mindent. Na de várj, segíts kérek egy picit, 2009-ben mi történt veled, ami miatt azt érzed, hogy összeomlott minden körülötted? Hát akkor volt az, hogy elmentem. akkor ha, volt az, amikor itt, a, így van, igen. amikor itt hagytam mindent, amikor így egyik perccel a másikra csúszott ki a talpam alól a talaj, és, és minden olyan ingoványossá vált, ami addig, addig, fix volt az életemben, hogy azt sem tudtam, hogy már kapaszkodjak. Tehát nem tudom, volt-e olyan az életedben, hogy még az, abban sem voltál biztos, hogy tudod, hogyan kell levegőt venni. Annyira fulladsz. Mm. De nekem ez, ez volt az az időszak. És akkor így elkezdett felszállni egy olyan köd, ami ami hosszú évekig volt a szemem előtt, és elkezdtem, elkezdtem teljesen másképp látni dolgokat, körülöttem embereket, kapcsolatokat, hogy hogyan is működtek, működtek bizonyos dolgok az életemben előtte. És, és ahogy telt, teltek, múltak a hetek, a hónapok ebben az állapotban, egyre tisztábbá vált egy csomó minden magammal szemben is, és akkor döntöttem úgy, hogy, hogy el kell mennem, hogy visszakapjam a fényem, és tudjak újra adni az én imádott közönségemnek, mert az viszont meg rengeteg volt bennem még akkor is. Szerintem óriási döntés mindent hátrahagyni. gondolhatják sokan a hallgatók, nézők is, én magamról tudom, <laughs> egyszer megnéztem, hogy kell Ausztráliába egyébként emigrálni, tehát hogy eljutottam eddig <laughs> a pontig, de, de, és de, de, és És, megijedtem is egy dolog, meg nem voltam talán annyira tökös, hogy én ezt bevállaljam, pedig igen, a kérdésedre válasz az, hogy voltam én is olyan helyzetben, és szerintem nagyon sokan vagyunk az életünkben egy olyan helyzetben, amikor azt érzünk, hogy mindent hátra akarunk hagyni, és tiszta lappal indulni egy egyébként számunkra is ismeretlen környezetben. Van. Na, mi billentett át, hogy te ezt a döntést például megmerted hozni? Volt egy éjszaka, amikor, amikor nagyon megijedtem magamtól. Olyan dolgok történtek velem így, így, így lelkileg, mentálisan, meg minden, minden szempontból az éjszaka folyamán, hogy nem vettem észre, hogy eltelt az éjszaka, és feljött a nap. És, és akkor, akkor, volt az, hogy már, már csak könnyek nélkül tudtam sírni, és, Rájöttem arra, hogy ha nem teszek valamit, és nem helyezem most életemben először magamat minden elé, akkor nagyon-nagyon akkor nem olyan helyen fogok kikötni, ahol szeretnék. Mm. És mit éreztél akkor? Emlékszel arra az érzésre, amikor mondjuk ott álltál, a repülőtéren, és, és egyik hát lábada másik volt. után, és... Anyukámnak, anyukámnak megkiadtam mindent, az összes bútoromat, mindent, összepakoltam egy 20 kilós bőröndöt, anyuják kivittek a reptére, akkor még nagy kabátban, és akkor ott így odaadtam nekik a nagykabátot, mert hát ugye Ausztráliában szilveszterkor van a leg, legmelegebb, és úgy érkeztem meg, hogy én december 30-án szálltam fel a gépre, és egy 36 órás repülőút után éjfél előtt 20 perccel szálltam le. Ausztráliában, amit én egy nagyon spirituálisan, egy nagyon erős dolognak éltem meg, és az is volt egyébként, hogy új év, új lehetőségek, új kontinens, új hm. minden. És hát az, amikor felszálltam a gép, és először Budapestről Amsterdamba repültem, onnan Hongkongba és onnan brisbane akkor így egyre kisebb lett így a, így a repülő alatt Magyarország, és, és nem tudtam, hogy hova megyek, nem tudtam, meddig leszek ott, nem tudtam, visszajövök-e valaha, és kicsit ott kiszakították a lelkem, de apukám úgy engedett el, hogy egyet jegyezzek meg, ami nem öl meg, az megerősít, de vigyázzak, mert a medve az megöl. <coughs> ha még a kengurút mondja, vagy az óriás pogolokat, amik Ausztráliában vannak. Jó, voltunk egy nagyon mély lelki fázisban, és apukád ebből most azért kirántod. Innen folytatjuk egy szünet után, a beszélgető partnerem Péter Szabó Szilvia, azonnal jövünk vissza. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Már itt is vagyunk. Péter Szabó Szilviával beszélgetek, és hogy most időben és térben is visszarepültünk 2009-ben ezek szerint, és, és, közben meg egy olyan uh, lelki állapotba, ami, amihez nagyon erősnek is kell lenni, még akkor is, hogyha neked az volt úgymond a leggyengébb időszakot, hiszen ott akkor azt mondtad, hogy ki csúszott a lábod alól a talaj, tehát -e. szerintem ez, ez egy olyan lelki erő kell, hogy az ember hátra hagyjon mindent, hogy, hát le a kalappal, És akkor ugye itt felmerül a kérdés egyből, hogy az ebből való felállás és maga az újrakezdés, az milyen lelki folyamatokat vont magával esetedben? Hú, hát ez... Hány óráson is. Figyelj, egy óránk bőven van azért, tehát, hogy, hogy egyébként napokig szívesen itt ülök veled, hogyha um, szeretném. Igazság szerint annyira, annyira sokrétű és, és annyira, annyira szép meg, meg annyi sok részlete, részlete, van ennek az én, én felállásomnak, hogy egyébként gondolkodom rajta, hogy, hogy írni fogok egy olyan könyvet, ami nem életrajzi könyv, hanem életrajzi szerű, de mégis inkább ilyen life coachos, hogy mm -hmm. hogy álltam fel lelkileg. Pont ez, amit most kérdezel, hogy, hogy, hogyan, hogyan tudsz talpra állni, és hogyan tudod úgy megélni a bukást, hogy a földnek szüksége volt egy ölelésre. És, és, és nekem, nekem valahogy, ez, valahogy ez ilyen volt. Én úgy fejjel mentem bele mindenbe, ami, ami ö, ott kint jött. Ö, eldöntöttem, hogy az lesz kint az én mottom, hogy go with the flow, és ö, úsztam az árral, és tudtam azt, hogy olyan dolgokat fog hozni nekem az élet, ami, ami építeni fog még akkor is, ha első pillantásra nem annak tűnik. Volt egy nagyon-nagyon érdekes történet. Akkor, amikor pályatársaknak elmeséltem utólag egy-kettőnek, akkor így mind egy, egy öntetőn, egymástól függetlenül azt mondták, hogy, hogy ők ott roppantak volna össze, és repültek volna haza másnap. Ezt elmeséltem egyszer, egy, volt egy kis vlog sorozatunk még 2019 nyár végén, és ott elmeséltem ezt a történetet. Röviden és tömören annyi, hogy volt egy nagyon-nagyon jó barátom, egy brazil srác, aki, aki, egyik nap a suliban közölte, hogy nem hajlandó tovább nézni, hogy én ennyit sírok, és állandóan szomorú vagyok. Van-e kedvem elmenni e, dolgozni a hétvégén? Puh, mondom persze, sztahanovista állat vagyok, imádok dolgozni, tehát nekem soha nem csúszott le egy gyűrű az ujjamról, e, azért mert mondjuk keresztbe kellett tenni valamit. Én dolgoztam, TSB dolgoztam egy csomó helyen, éppen ami, ami e, jött és, és, lehetőség volt. És akkor mondta, hogy mondtam neki, hogy nem tudod, mint meg sem mondt, hogy hova megyünk. És akkor megbeszéltük, hogy szombat reggel hol találkozunk, és elmentünk egy hatalmas nagy füves területre, ahol mint ott megtudtam, a Brisbane Music Future Festivalt uh, szervezték meg, ami egy egynapos, egy félnapos fesztivál, ugyanis délben nyitott, és közel 40 ezer ember fordul meg ezzel alatt a fél nap alatt évente ezen a fesztiválon, vagyok, és akkor így volt, és rengeteg színpadon, rengeteg fellépő, rengeteg koncert, este prodigy, tehát egy csomó minden volt ezen a helyen. Na és hát mi voltunk a takarító személyzet. <laughs> <laughs> és akkor így... <laughs> olyan, fűszálakat egyesével kellett kihúzogatni, ugye? <laughs> és akkor így, így, olyan, olyan durva volt, hogy így megérkeztünk, és alapjából véve az ember a az Ausztráliában való életet azt egy tök buliként fogja fel, hiszen tíz hónapig nyár van, szörfkultúra van, ha minden áldott nap mezitláb mezit mész mindenhova, az ott egy teljesen normális, tehát senki nem szól meg, és senki nem néz át furán, mert mindenki így csinálja. Tehát egy, egy, annyira szabad és egy annyira laza, mosolygós világ, ami ott van, hogy, hogy az, ember bead egy ilyen, a, a buli van tök jó, mérne. És, és akkor kaptunk Szemetes zsákokat, szét kellett hordani a kukákat az fesztivál területén, ez volt az első feladat így délelőtt, még a nyitás előtt. És akkor így elhírőhíztünk, meg elhülyéskedtünk, meg, meg beszélgettünk, és akkor egyszer csak így arra lettem figyelmes, ahogy így a, a, húzogattuk a kis kukákat, hogy, hogy meghallottam egy ismerős hangot. A dobnak a lábdobnak a beállás hangját, ami egy ilyen monoton puffogás, biztos ti is voltatok már száncseken, amikor egy zenekar beáll, és ugye a dob, lábdobbal kezdenek uh -huh. mindig. És akkor, így, mint egy ilyen villámcsapás, így hirtelen így megütött a hang, és így felnéztem, és, és egy ilyen 600 méter, 5-600 méterre tőlem volt egy színpad, amin száncsekelt egy zenekar, és a táncosok gyakoroltak éppen a színpadon. Én meg ott álltam az egyik kezemben egy tekercs kukászsákkal, a másikban egy kukával, és én voltam a takarító személyzet. Úgy, hogy előtte ott voltam azon a színpadon, kvázi. És ott kaptam az élettől szívlapáttal így arcba egy ilyen maflást, és megmutatta nekem ott az élet azt, ahonnan jöttem, és azt, ahol most vagyok, Akárhogy is fogtam fel, akkor is egy nagyon nagy kontraszt. És én felnéztem az égre, és megköszöntem ezt a pillanatot. Hmm. Mert. Soha nem voltam alázatmentes, tehát én mindig, mindig nagyon alázatosan kezeltem a színpadot, a közönségemet, a, a mindent is, de ez még még pluszban adott hozzá uh, ehhez, a, ehhez az egész egészhez úgy, ahogy volt, és akkor onnantól kezdve én, én egész nap kínálgattam a lángosokat a, az ausztrál bulizóknak, mert fogalmuk nem volt, hogy mi a jó Isten az, és <laughs> tömtem a szájába a lángost mindenkinek, mert volt egy magyar csapat, akik lángost árultak hmm. a fesztiválon, és... Uh, és például ez egy olyan meghatározó alapköve volt az én épülésemnek, hogy, hogy én végtelenül hálás vagyok a sorsnak érte. És nem azt kell nézni benne, ami úgy valójában volt, mert buliból, buliból mentünk oda dolgozni, még pénzt is kaptunk érte, meg még koncertre is tudtunk menni, meg meg tudtuk nézni, hanem, hanem ott azért a pillanatért kellett nekem ezt elvállalnom akkor, és én ezért nagyon hálás vagyok. Nagyon-nagyon nagy hatású ez a gondolat szerintem, amit most mondtál. nem biztos, hogy láttad rajtam, de Láttam. Át, láttad, Majd nem embögtem magam, és hogy pedig tök érdekes. Apa jó vagyok, köszönöm szépen beszélni, mert hogy nem egyébként nem ilyen életszakaszban vagyok, de amikor az emberben van egyfajta vágy, vagy elvágyódás, akkor szerintem most úgy, úgy megértette azt, amit te mondtál, plusz az a fajta hála, ami, ami az a pillanat, aminek ereje van, tényleg, ezt nem tudom máshogy Igen. megfogalmazni, az engem most így átjárt, és, és remélem, és szurkolok, hogy sok mindenkinek adott most ez a gondolat is valamit, és aztán majd erre a felépülő könyved meg majd fog szintén. És azt... egyébként visszatérve arra, hogy mondtad, hogy neki te is eljutottál odáig, hogy, hogy megnézted, hogy Ausztráliába hogyan lehet kimenekülni, és, és hogyan lehet de hogy így meg is rekedtél. Én szerintem igazából az van, egyszer egy, egy, ilyen beszélgetős műsorban többen voltunk bent, akik így megjárták külföldet hosszú időre, és, és onnan hazaköltöztek. Ott fogalmazódott meg egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, hogy nagyon Sokan nem képesek feladni az úgynevezett idézőjeles kis királyságukat, mert mindenkinek van. Annak is, aki eladó, annak is, aki asztalos, annak is, aki nem tudom, én divattervező. A saját életén belül van egy kis királysága, vannak barátai, van egy élete, meg van szokva, hogy hova jár buritó tenni, hova mennek bulizni, hol vesz méterárút. Tehát, hogy minden úgy megvan egy saját kis királyságban. És ha elmész külföldre egyedül, vagy akár családdal, teljesen mindegy, ezt úgy, ahogy van adott fel. És akkor állsz egy, egy albérletnek a közepén, és azt se tudod, hogy hova menjél kenyeret venni, vagy hogy merre induljál, vagy, vagy, vagy mit csináljál, és gyakorlatilag az első időkben azért, azért az embernek nagyon-nagyon alázatosnak kell lennie, és nagyon, nagyon minden minden irányban befogadónak, mert például beszélgettem egy taxissal, aki Indiából jött Ausztráliába, és gyakorlatilag nyolc diplomája volt, és mondta, hogy a kutyát nem érdekli ott, hogy neki hány diplomája van. Ő egy indiai bevándorló, és taxis munkát kap csak. Hmm. És, és nagyon sokan voltak így, akiknek ugye a, a, a kezdetek kezdetéről kellett a nulláról újra elindítani, feladván azt, amit csináltak, és én is nagyon sokszor találkoztam ezzel, Tehát például Ausztráliában dolgoztam egy, egy étteremben, mint, mint bartender, és akkor ott a kollégáim kérdezték, hogy egyébként úgy, úgy, úgy mit csinálsz. És akkor mondtam, hogy ilyen tök szerényen, mintha csak itt tényleg ilyen garázzenekarban muzsikálnék, hogy hogy hát, úgy énekelgettem. És akkor jöttek másnap, hogy Szilvia megnéztelek, neked van Wikipédia, tehát a Wikipédia az kint, az egy akkora dolog, hogy, hogy csak annak van Wikipédiája, ugye nyilván, aki ismert, és hogy, de szóval, neked van Wikipédia, beírtam a neved, és így cs -cs 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 -cs", jöttek fel, és akkor jött a kérdés, hogy vad csinálsz itt, és és akkor így elmondtam, hogy, hogy épülök. Uh -huh. és, és egyébként, amikor átköltöztem Angliába, és megéreztem egyik nap azt, hogy újra tudnék adni, mert én a legfőképpen azért menekültem el, mert azt éreztem, hogy színpadra megyek, és, és nem adom azt, amit szoktam, nem, nem tudom azt adni, amit adtam eddig, mert a, a, a semmiből nem tudok adni. És azt éreztem, hogy kialudta a tűz, hogy kialudta a fényem, és, és nem, nem tudok nekik adni. Annak ellenére, hogy nagyon élvezték a koncertet a, a nézők soraiban, és, és nagyon szerették a bulit, de én éreztem, hogy nem azt kapják, amit tőlem tudnak, és azt éreztem, hogy, hogy ez csalás, hogy ez nem ér és lezárva ennek az egész életszakasznak, amiről tényleg azért több fórumon beszéltél korábban is, de nekem nagyon sok újdonságot mondtál most ezzel egy ilyen utolsó kérdéseként, egyébként nem a kekeckedés véget, de mindezt a hátraarcolt, te akkor itthon nem tudtad volna megcsinálni? Nem. Nem. Semmennyire. Tehát ez kellett ez az uh -huh. út, hogy ezt be tud. Ez is nagyon-nagyon nagyon sokrétű volt, amiben most inkább nem mennék uh -huh. bele, mert az már az már ö, ö, nagyon belsőséges, de de hogy ö, hogy nem, itthon ez nem ment volna semmilyen szinten. És Ausztrália azért volt egy tökéletes helyszín erre. Mert pont azt szoktam mondani, hogy ott még a víz is a másik irányba folyik le a csapba. <laughs> és, 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 és ott nem az van, ugye úgy tanultuk, hogy amikor a hold cökkenő, akkor fogy, amikor dagadó, akkor dagad. Hát ott pont fordítva van, amikor D betűt formál, akkor csökken, amikor c akkor mm -hmm. nő. És, és hogy tényleg ott minden annyira, annyira más volt, és annyira nem volt semmi, semminek, semmiről emlék, és semmiről gondolat csak legbelül, hogy, hogy igazság szerint azt kellett csak helyre tenni. Jó, azt ígértem, utolsó kérdés, akkor ezt betartom az életemet. Na, de akkor, akkor nézzük azt, amit ígértem a hallgatóinknak és a nézőinknek is, az anya oldaladat, mert engem nagyon meg a boldogság oldaled, és, és azt, igen. ami aztán végül is ebből a nagy útból és tapasztalásból született, hogy hogy ugye tényleg gyakorlatilag vettél egy óriási barga betűt és a, az életedet, képes voltál újraépíteni. Zseniális, ez egy óriási dolog szerintem. És akkor most ott vagy, hogy mindezt édesanyaként, ugye már át is tudod adni, van. aki aki 7 éves hajó, most lesz 7 éves, igen, szóval, hogy hát hogyan fogod ezt megtenni, vagy, vagy, <laughs> vagy, 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 vagy nem tudom, hogy egy tervszerűnek kell -e lennie, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindent, és ráadásul akkor az életének egy olyan szakaszán van, amikor már millió egy kérdése van, amikor ő már tudod őt tudatosan terelni. De persze jó, azt meg kellett korábban már alapozni, de hogy gondolom, hogy van egy elképzelésed arról, hogy hogyan szeretnéd ezt az esetében megvalósítani, és hát az én kérdésem ez a hogyan éppen. Uh, igazából egy kicsit visszább mennék a, a, a válasz a válaszadásban, hogy érthető legyen maximálisan a történet. Okay. Akkor, amikor én hazaköltöztem külföldről, uh, akkor még nem voltam 100%-os, mondjuk 80. Aztán egy nagyon kedves barát segített lelkileg ezt a, ezt a plusz 10 százalékot hozzátenni, hogy legyen 90. Akkor volt először, hogy egyedül nem éreztem magányosnak magam, és uh, és elkezdtem boldog lenni egyedül is. Uh, megszűnt egy olyan fajta, fajta Ilyen ilyen ö, kapcsolati függőség, meg meg minden, ami, ami előtte nagyon jellemző volt rám. És ahogy ez megszűnt, akkor jött a párom, ugye Völgyesi Gyuri. És azzal, hogy ő belépett az életembe, ö, meg így lettünk így együtt, egy kis párocska, azzal még 5% hozzá ment, mert 95%-os voltam. És aztán, amikor megszületettem, ma akkor, akkor ez ilyen 99 ra ez ki is teljesedett. Én akkor azt hittem, hogy kerek egész, és ez volt a, ez volt a beteljesedés, de aztán ugye, amikor visszahoztuk tavaly év végén a Noxot az arénában, az volt az a plusz egy mm százalék, -hmm. ami még, ami még ahhoz, hogy minden mozaikja a helyre kerüljön, és ebből a kerek vagyok képes úgy gondolom olyat adni neki, ami, amit, amit szeretnék. Persze szerintem minden szülő tisztában van azzal, és minden szülő minden szülőnek az a félelme, hogy jól csinálja-e, hogy, hogy így kell -e. Nagyon sokszor van, hogy mélyebb beszélgetésekbe belemegyünk esténként, és, és akkor így belekérdez nagyon komoly témákba, és akkor így próbálom neki úgy megfogalmazni, hogy, ne értse félre, hogy ez az ő szintjén legyen, az ő kis hat és fél éves szintjén, hogy világos legyen, hogy, hogy ne tántorítsam el sehonnan, hogy ne kapjam vissza 30 év múlva, hogy de anya, te akkor azt mondtad, mert vannak momentumok, vannak mondatok, amik nekem is beégtek ebből a koromból, amit mondjuk a szüleimtől kaptam rengeteg-rengeteg tanácsformájában, és Igazából, amit én mindig szoktam neki mondani, és az egyik mesében is ez van, hogy légy bátor és kedves. Uh -huh. és, és akkor akkor százszorosan hálálja meg a világ azt, amilyen vagy. Aztán, amit én édesanyámtól tanultam, és, és azóta is nagyon hálás vagyok érte, és alkalmazom, hogy figyelni, figyelni az emberekre, ténylegesen figyelni az emberekre, hasznosan. És az is egy olyan, olyan, pluszt tud hozzáadni az ember lényéhez, hogy amikor én ezt elkezdtem alkalmazni, én döbbenten láttam az emberek arcán a, a, a meglepődöttséget, amikor mondjuk két-három hét múlva rákérdeztem valamire, amit elmesélt, hogy na, hogy sikerült, és ez a, te emlékszel rá? Tehát ilyen teljesen oda voltak, ez még így általános iskolás időkből datál, és Nyilván mindenki egy, egy sikeres, magabiztos és boldog gyermeket szeretne nevelni, nekem is ez a célom, és ahogy majd növekszik az én tapasztalásaimat, úgy szépen óvatosan fogom neki, uh -huh. neki elmesélni. Ö, azt is nyilván olyan formában, hogy ne riasszom el semmitől. Nem könnyű. Egyre hát nekem nehezebb. Mond, Te és, is tudod, és hogy nem könnyű, és egyre nehezebb. Ezért is kérdeztem ezt tőled, másrésztről pedig, Bátornak lenni azt szerintem meg tudod neki tanítani, hogy hogyan és a nehézségeken mondjuk miként kerüljön felül. Kedvesnek lenni szerintem az, az ben, bennünk van, tehát hogy hogy figyelgetően a gyerekeket, azért ezt már úgy nagyjából leszűröm, hogy mit jelent az már gyerekkorban, amikor a személyiségéhez hozzátartozik. Nekem például az egyik legnagyobb félelmem, a vesztességen túl természetesen, hiszen óvom és féltem mindent, és az életem is a lényem része, hogy szeretném a, a fájdalmaktól és a csalódást megóvni, amire tudom, hogy nem lehet. De és nem, nem is szabad. És pont ez a lényeg, hogy na ezt szerinted hogyan lehet majd jól átadni, vagy hát vagy ez olyan úgy, merítésed ezt, van, hogy igazából önmagunkban anyaként szerintem úgy kell átélni, hogy jól kísérjük magunkat, amikor nem látja a párnába, hogy, hogy őt megbántották, de, de valahogy kihozni, kihozni belőle, belőle azt, azt ami, ami a saját tapasztalása, tapasztalásaink által már tudástárként ott van. Tehát most erre nagyon jó példa, van egy, van egy család, akik nagyon közel állnak hozzám, egy olyan 5-6 évvel ezelőtt kezdtek el koncertekre járni, édesapa és két gyermek, két lány. És, és a nagyobbik lány, ő most 17 éves, az Adri, és nagyon sokszor jött hozzám, nagyon nyitottam kvázi pótanyukaként, hogy, hogy különböző dolgokat az életében eh, hogyan kezeljen és hogyan oldjon meg. És nagyon szeretem őt, őket. És, és ő is jön csalódásokkal, hogy Úristen nem tudja magát túltenni rajta, és, és, és ezt hogyan. És, és pont a pont mi nap volt egy hasonló is, és és annyit tudtam neki, neki mondani, hogy, hogy próbálja meg önmagát szeretni annyira, hogy ezeken a dolgokon nem rágódik ennyit. És hogy majd meglátja, hogy amikor jön a következő szerelem, ami sokkal elsőprőbb lesz, mint, mint mondjuk ez volt, ami meg sem érdemli, hogy könnyet, könnyet hullajtson miatta, akkor majd csak mosolyogni fog, hogy, hogy, ez tényleg így, és ah, oh. Úgyhogy nem tudom, nehéz, borzasztó nehéz, és szerintem, szerintem minden édesanyja ezzel nagyon, nagyon nehéz dolog előtt áll, hogy ezeket a dolgokat, főleg lánygyereknél, uh -huh. hogyan adja tovább, és hogyan hogyan óvja meg a dolgoktól. És a másik pedig, hogy amire én próbálom már most nevelni, pedig még csak óvodás, hogy szeresse magát annyira, hogy ki tudjon állni magáért, és ne hagyja, hogy mondjuk valamelyik kovistársa bántsa, vagy, vagy, vagy megüsse, vagy olyat mondjon neki, ami, és hogy próbálok neki ilyen eszköztárat adni arra, hogy ezeket hogy kezelje, és annyira viccesek ezek az esték, így annyira imádom, mikor uh -huh. uh, apukájával együtt így hárman bent ülünk a félhomályba, a szobájba, és beszélgetünk a napjáról, és akkor elmesél valamit, hogy mondjuk valaki megbántotta így, vagy úgy, vagy amúgy, és akkor így próbálunk neki tanácsokat adni, na legközelebb, ha ez van, akkor nyugodtan mond neki ezt vagy azt, mert hogy igenis te vagy a völgyes jemma, és igenis téged szeretni kell úgy, ahogy vagy, és egy kis csoda vagy, és, és, és hajrá. Tehát, hogy az, ha szereti önmagát, akkor onnantól kezdve egy mindent nem fog, nem fog eltűrni magával szemben, és talán kevesebb fájdalom éri. Abba bízom. És nálatok hogyan rajzolódik ki a férfinői szerep ilyenkor? Tehát ezt most, ezt most úgy is kérdezem, mint akinek ugye nincs ebben tapasztalata, másrésztről pedig főleg egy apának egy lánygyermekhez kapcsolódni mindig egy kicsit más jelent állítólag, ugye? Igen. Ez, az azon irónián volt, mint mondjuk egy édesanyának. Tehát, hogy, hogy, vannak olyan különbözőségek? Te is észreveszed ezt magadokon, hogy ő, amit férfi szemmel lát a világban, és hogyan ezt? reagálja, és te, női szemmel? Hát igazából az az anyalánya kapcsolat az nálunk nagyon-nagyon megvan. Tehát minden esténk úgy zajlik, hogy el elköszön apától, bemegyünk a szobába, és dumcsi. Mindig ez anya dumcsi belefér. És akkor átbeszéljük a napját. Első körben azt, hogy mik voltak a legszebbek a napjában. Kicsit, kicsit, ez olyan, mint amikor valaki hála naplót ír, hogy miért vagy hálás a napod, na, napodban, és rájössz, hogy mennyire szép az életed. És akkor felsorol mindent. Gyakorlatilag az egész napját elmondja. <laughs> és, és akkor, amikor úgy, úgy mindennel megvan, akkor, akkor szoktam feltenni a kérdést, hogy volt-e olyan esetleg, ami nem volt annyira jó, amiről szeretnél beszélgetni egy kicsit, és hál' Istennek 50 -50 van az, hogy azt mondja, hogy igazából semmi, tök szép volt a napom. De azért előfordul, hogy összeveszett a legjobb barátnőjével, vagy valaki megbántotta, vagy valami nem úgy alakult, vagy elesett, és akkor nagyon fájt neki a lába. Tehát, hogy ilyen kis aranyosságok is szoktak lenni, és akkor ezeket így mindig át szoktuk beszélni, hogy az vajon miért volt úgy, ahogy főleg a barátnőjével, hogyha cívódnak, hogy az azért mélyebben érinti. Hogy, hogy, azokat, azok miért történhettek, hogyan kezelje máskor, mit beszéljenek meg, hogy, hogy, hogy ilyen csacsiságokat nem csinálunk, hogy, hogy ilyenekért bántjuk a másikat. Úgyhogy nem egyszerű eset, de rengeteget beszélgetünk, iszonyatosan sokat. És ebbe benne van, vagy inkább úgy kérdezem, hogy milyen arányt vesz ki az, hogy mondjuk egy kislány gyermeket a, a női létezés sajátosságaira megtanítani, hogy ez ilyenkor már ebben a korban elkezdődik, de ezt hogyan adott át neki mondjuk mik a legfontosabb értékek számodra. Vagy ez most még ebben a korban nem jelentkezik, hanem ezt majd meghagyod későbbre, amikor az mondjuk aktualisá is válik. Igazából nem megyek elé semminek. Uh -huh. Amikor ő jön, mert már jön dolgokkal, tehát evel, evel kapcsolatos dolgokkal, akkor arról beszélgetünk nagyon sokat, de ha valami eszembe jut még pluszba hozzá, de ő még nem nem nyitott rá, vagy nem, nem hozta még fel, akkor azzal még úgy azért várok egy kicsit. Még most nagyon pici. Uh -huh. Tehát még most ilyen, ilyen, ilyen alap, alap dolgokat, hogy, hogy, hogy tényleg a, 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 az, hogy ő kislány, és hogy, és hogy hogyan élik egy fiúnak viselkedni egy kislányjal szembe, mert most még azért óvodában ö, nem. Tudom, domborodik, hogy ez ki, meg, meg nyilván, hogyha tetszik egy kisfiúnak, akkor, akkor többet piszkálja, és, és, az nem mindig. És például egy tökéletes megoldást talált egy, egy ilyen szituációra, volt egy kis ovistásra, aki sokat bántotta. Került, fordult, belerugott, hátba verte, stb. És... És akkor mondtam neki, hogy mondom, figyelj, nem, nem kell vele veszekedni, mondom, akkor, amikor nem bánt, húzd félre, húzd félre, és kérdezd meg tőle, hogy miért csinálja. Mert ha esetleg olyanért csinálja, amit te tudsz változtatni, akkor azt szívesen megtennéd, mert te ezt az állapotot nem szereted. És, és így random, random bekérdezte a tőle, hogy miért bántja, és között a kis hogy azért, mert tetszik Édesem. <gül> <gül> és, és, azóta, és azóta nincs ez a probléma. Tehát a kisfiú kimondta, Uh -huh. És azóta, azóta, nincs ez a, ez a fajta figyelemfelhívás, hogy, hogy most az emmát ő így, így bántaná. És, és nagyon frappánsan megoldotta a csajsi úgyhogy nagyon büszke voltam na, rá. Na meg, hogy milyen frappáns megoldás javaslatot álltál előtte magad is? Tehát, hogy ez például neked jön zsigerből, olvasol sokat, vagy a saját intuíciód alapján, vagy, vagy mondjuk egy tanult formula, amit te akár az édesanyától, vagy a szüleitől hozol és kaptál. Ez szintén az én száműzetésem hozta. Oh. Tehát én, én, én régen, ha, ha, valaki bántott, akkor, akkor összeomlottam, hogy jaj, biztos rossz vagyok, és akkor űző, és biztos azért, és nem tudom. Most már akarom tudni a mi érteket. Mert ha olyan dolog, amit tudok változtatni, ahogy ezt nem márnak is elmondtam, akkor nyilván változtatok rajta. Ha bagat el, és, és, olyan dolog, hogy ne haragudj, de ezzel nem tudok mit kezdeni, akkor meg elválnak útjaink. Tehát, hogy, hogy én nagyon nagyon kemény lettem ebben magammal szembe, hogy, hogy akinek rám nincsen szüksége, annak nekem sincs az életemben. Mert te régen mondjuk nem mertél kérdezni? De valahogy, valahogy nem is jutott eszembe, hogy kérdezzek, hogy ez most így miért? Tehát, hogy, hogyha valaki, valaki, úgy szólt hozzám, vagy, 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 úgy nyilvánult meg, hál' Istennek nem volt ilyen sok, de azért előfordult, mert én alapjéből véve egy ilyen, ilyen, nagyon kis báránylelkű, régen nagyon naív lány voltam, akkor úgy valahogy nem jött az, hogy, hogy, hogy úgy megkérdezem tőle, hogy ne arra, hogy ezt most így miért csinálod? Tehát, hogy most neked van problémád, amit rajtam vezetsz le, és semmi közöm az egészhez, vagy ezt tényleg belőlem fakad. Mert nem mindegy. Uh -huh. és, és a párommal is, amikor amikor összejöttünk, akkor megbeszéltük, hogy hogy minden apróságot mindig meg fogunk beszélni. Hogy ne legyen az a tipikus eset, főleg a nők hajlamosak rá, hogy nincs kimondva, gyűlik, 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 és akkor aztán egy perccel később kapcsolja le a villanyt, mint mi azt gondoltuk. Robbanunk, és ott áll a férfi pislogva hogy Jézus Mária mennek mi baja. És, és ezt, ezt így elkerülvén, szerintem az a, ez a titka annak is, hogy kilenc éve én azt érzem, hogy egyre jobban szeretem. Te és hogyha most jönne az életedbe mondjuk egy, egy, olyan pálfordulás, amit már korábban egyszer megéltél, akkor például ugyanez lenne a reakciód rá, vagy már egészen másképpen reagálnál, és most nem arra vagyok kíváncsi, hogy ugyanazt még egyszer végigcsinálnád de hanem azt még egyszer megcsinálnád de akár? Azért nem valószínű, mert már van gyermekem. Meg van családom, tehát, hogy, hogy teljesen más az életszituáció. Mm. Tehát akkor ott voltam egyedül, egyedül volt, volt egy feladatom, én kicsit karmatikusnak érzem ezt az egészet, ahogy történt, és. És amikor az ember egyedül van, biztos tapasztaltat, hogy amíg nem volt gyerek, addig, addig ugye az ember nem is félti magát annyira, sokkal bátrabban belemész dolgokba. És például amióta, amióta Emma megvan, azóta én már a repüléstől is félek. Mert, Na ne. Pedig, pedig az Téne. egész világot keresztbe, hosszába, oda-vissza 400 milliószor repültem uh -huh. át, és, és amiatt félek, hogy azért. Azért féltem magam, hogy nem fogom tudni felnevelni, pedig nekem őt fel kell nevelni, és hogy, és hogy ő mennyire összetörne, ha én, én nem lennék, vagy történne velem valami. A felelősség. A felelősség uhum. hozott egy, egy, egy olyan csomagot magával, ami, ami Ilyen döbbenet számomra. tökre értem, amit mondasz, az autóvezetéssel éreztem Ugyanezt. a szülés után, hogy, hogy elkezdtem egy kicsit félni és mm. tartani a vesztesség mm. miatt. És mindig mondom a férjemnek, hogy picit, picit mehetünk lassabban. <laughs> rámit még szükség van? Igen, meg, hát meg rád is. Rád is és rá is. Uh, Szilvi, uh, szeretnélek még, még, egy kicsit tovább fogadni és hallgatni, úgyhogy a YouTube-on folytatnám veled ezt a beszélgetést. A rádió hallgatóktól most gyorsan el kell köszönnöm. hogy mindenki menjen át a YouTube-ra. Így gyorsan. van, pontosan ezt szerettem volna én is mondani. Egy élmény volt hallgatni. Péter Szabó Szilvia volt a vendégem, köszönöm szépen neked. Én is köszönöm, és a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Én is köszönöm a hallgatóknak, Szellák Vivian szerkesztőtársammal együtt, tegyenek így jövő héten, és akkor is válaszolnak minket, vagy most, majd akár a Youtube-on. Szép napot mindenkinek viszont hallásra. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Szóval, és tettem. Most ugye akkor a, 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 az anya-gyermek-anyalánya kapcsolatoknál hagytuk abba, akkor ezen a, ezen a, vonalon mennék tovább egy pillanatra, például azt, hogy, hogy mit látsz magad körül, hogy, hogy hogyan alakulnak az emberi kapcsolatok, és főleg a szülő-gyermek kapcsolat. Mert én úgy látom, hogy, hogy nagyon tudatos vagy ebben, és hogy, hogy meg is éled ezt az abszolút kvinteszenciájával, és hogy ez akár példaértékű is lehet, hogy... De aranyos Hát szerintem igen, fontos ilyen példákat megmutatnunk az embereknek, mert egy annyira öncélú világban nagyon. vagyunk, vagy kezdünk. Ilyen. És egy figyelmetlen világban. Igen, amikor ezek azért kezdenek kikopni. Ugye, ami... Nekem kettő dolog van, amit nagyon fontosnak tartok. Egy pár évvel ezelőtt olvastam egy statisztikát, két-három éve, ami megdöbbentett. Arról készült a statisztika, hogy egy átlag magyar család mennyi hasznos időt tölt a gyermekével naponta hasznosat. Tehát nem olyat, hogy mennyi fogat mosni, meg, meg nem tudom, hanem amikor effektív beszélgetnek, együtt vannak, játszanak, és ténylegesen figyelnek egymásra. Nyolc perc volt az átlag. És ez szerintem döbbenet. És, és az, hogy a gyerekek tele vannak, édesanyám pedagógus, és kicsiket tanít elsőtől negyedikig, és ő is mondja, hogy összehasonlítva mondjuk 30 évvel ezelőtti időket, amikor ő elkezdte ezt a szakmát, a gyerekek olyan szintű dühkezelési problémával küzdenek, amilyet ő még nem tapasztalt. Tele vannak frusztrációval, tele vannak feszültséggel, tele vannak bizonytalansággal, és minden-minden egyébben. Úgyhogy amire én nagyon figyelek édesanyaként az egyik az, hogy szinte minden napunkban legyen, egy-két legyen egy óra hossza, hogy kártyázunk, játszunk. Van egy kedvenc játékunk, azt nagyon tudom ajánlani minden, minden kedves hallgatónak, ez a Sequence nevezetű játék, amit junior változatban is lehet kapni, és felnőtt változatban is. Hát most a felnőtt változata az francia kártyával zajlik, és a hat éves gyerekem rommáver állandóan bennünket, de úgyhogy nem hagyjuk nyerni. Tehát, hogy nem az van, hogy most jaj, kicsi, hagyjuk, hogy nyerjen. Szóval a lényeg a lényeg, hogy, hogy sokat játszunk együtt sokat kirándulunk, akkor ugye az estéinkből ez a, ez a fél óra beszélgetős díj, és hogy énekelek neki este, és mesét olvasok neki, ez mindig megvan. Ezeket nagyon fontosnak tartom. A másik pedig, ami szerintem egy alapköve annak, hogy, hogy egy biztonságos otthonban érezze magát a gyerek, az a következetesség. Soha nem fenyegetőzöm olyannal, amit tudom, hogy nem fogok tudni betartani hogyha esetleg úgy sül el, hogy nevelési céllal be kell tartani azt, ami a fenyegetés tárgya volt. És ha én valamire azt mondom, hogy nem, akkor az nem. Tehát az tényleg nem. És elmagyarázom neki, hogy miért nem, és, és általában szomorúan, de tudomásul veszi, hogy igazam van. Aztán a másik, amit pici kora óta csinálok, hogy ha valamit extrában szeretne szülinapon, bármin kívül, egy baba, egy bármi, akkor akármennyire csúnyán hangzik, meg dolgoztatom érte. Ez pedig a következő képen zajlik. Mindig kitalálunk valamit, hogy, hogy éppen milyen tevékenységért gyűjthet matricákat, vagy, vagy csillagokat, vagy bármi egyebet, ezt a naptárban szoktuk fejezni. Például, amikor tanítottam az, át, az éjszaka által vására, hogy nem kell egyből, ha megébred, azonnal hívni, hanem nyugodtan forduljon át a másik oldalára, és szundizzon tovább. Nyilván, ha rosszat álmodott, kell, bármi baj van, akkor azonnal szó és, és repülök, és minden á, szépen átaludott éjszakáért kapott egy matricát. És hogyha összegyűjtött tíz matricát, akkor választhatott bizonyos kereteken belül magának valami, valami apróságot. És, és annyira motiválta, Őt ezek, ez a rengeteg minden, és ez a mai napig így van. Most már a házi munkával vagyunk így, hogyha segít, nem tudom én zoknit hajtogatni, vagy ilyen apró kisebb házi munkákban, akkor, akkor azért kap kisebb pénzt, és akkor gyűjtheti a kis pénzét, hogyha szeretne magának venni valamit. És ezek annyira motiválják, motiválják, és olyan boldogsággal töltik el, amikor a saját munkája gyümölcseként kerül valami a kezébe, hogy Kvázi sokkal jobban értékeli, mm -hmm. mint amikor ajándékot kap, és ez nálam onnan jön, hogy én nagyon szerettem volna kilenc évesen egy hörcsögöt. És anyukám nagyon nem akart hörcsögöt. Egy banán lakásban laktunk Szegeden, és tudta azt, hogy hát a hörcsög az rá fog maradni az tuti, tehát hogy ő lesz az, aki majd takarítja, stb. És én mindent megígértem a világot, az égről is, hogy hogy ha nekem hörcsögöm lesz, és akkor mondta az anyu, hogy oké, okay, akkor házi munka, és akkor szépen gyűjtjük a csillagokat a naptárba, és akkor ha ennyi csillag, meg annyi csillag, nem emlékszem mennyi volt, akkor de egy picit több volt, mint tíz, összejön akkor, akkor lehet hörcsög. És akkor én nagyon buzgón minden nap felmostam, elmosogattam, kisúroltam a fürdőszobát. Tehát anyunak az volt a kánaán időszak, mindig mire hazaért, csillogott, villogott a lakás, és én borzasztóan élveztem azt, hogy úristen, ezért is fogok kapni csillagot, és egy csillaga hamarabb megkaptam a hörcsögöt, mint ahogy, <laughs> mint ahogy meg lett volna, és, és hát repültem a kis állatkereskedésbe, és, és vittem haza a hörcsögöt, és én voltam a világ legboldogabb gyermeke, és, és ez annyira megmaradt bennem, és én annyira hálás vagyok a szüleimnek azért, hogy, hogy engem úgy neveltek, hogy a, a munkával megdolgozott pénz és az, amit abból az ember ember magának meg tud teremteni, az, az, az mennyivel nagyobb érték, mint, mint amikor valami ki van harcolva, és akkor megkapja valakitől. Kaptunk tőled egy, egy nagyon nagy képet erről, és, és annyira szépen szemléletesen tudtad leírni, viszont volt is már nálunk szó egyébként arról, hogy, hogy és ez nekem fejlővésem rendszeresen, hm? hogy igen, egy átlag magyar szülő... Ez nem magyarság, de a magyarokra is igaz, hogy mennyit tölt a gyermekével, és nagyon itheges is tudok lenni. Szerintem amikor... Amerikában ez még rosszabb ez Igen. az arány egyébként. Igen, ez így van Ö, lenni, amikor ezt hallom, és az, a videónk aláérkezett egy vagy talán két olyan komment, hogy hát persze, hát hogy, hogy nem, hát még jó, hogy csak 7 percet foglalkozom, vagy 8 a gyermekkel, mert miközben ugye mennyi dolog van, amelyben helyt kell állni, és akkor volt ott a mosástól kezdve a mindent, mondtam, pont a mosás az nem a te dolgot, hanem a mosógépét, tehát azért igen. az ne vegyen el a gyerektől túl de sok Nem idő. a igen, járunk ezért. Igen, tehát már már más uh -huh. világot érünk, na de ha ez így van, akkor miért van így, és pont azért gondolom, hogy hiteles ember lennél abban, aki erre igazán rákünk rá tud világítani, mert hogy nem egy ő, otthon ülő egyébként unatkozó nő, vagy hanem nem. Van mellett egy egy életed, egy karriered, feleség vagy és vagy, és ezeket a feladatokat neked ugyanúgy el kell látnod, mégis szánsz arra időt, hogy az a napi egy kötőjel két óra biztosan garantált legyen a gyermek számára az ő lelki jólétének érdekében, meg hát aztán az élete szempontjából. Hogyan csinálod? Mert közben ott a másik oldal, és mindig azt mondom, ha én meg tudom csinálni, akkor bárki meg tudja csinálni, mert egyedül ez meg még hatványozott is. Igen. De hogy az tény, hogy van olyan, hogy szétfeszülök benne. Tehát, hogy néha azon csodálkozom, hogy nem csuklom össze, mint a kempingszék, hogy ennyi feladat között egyensúlyozni, azért ez megterhelő, de megcsinálom, mert meg akarom csinálni. Akinek ez nem sikerül, kérdés persze, hogy miért, annak próbáljunk már meg, kérlek, egy kis kapaszkodót adni, de mégis hogyan lehetne? Nekem a szüleim, amikor amikor uh, tinédzser voltam, és akkor így húzkodtam a számot, hogy Európára mindenféle dolgokra, amit meg kellett volna csinálnom, akkor mindig azt mondták, hogy az embernek arra van ideje, amire akarja. És én úgy gondolom, hogy, uh, hogy ez uh, többé-kevésbé igaz is. Nyilván nekem is vannak olyan napjaim, hogy uh, pont akkor esek haza egy forgatásból, amikor már megy fürdeni az ember, és akkor nem tudunk levülni egy órát uh, um, kártyázni, de akkor bepótoljuk máshogy. Tehát például most ugye a turné kapcsán uh, hétköznap óvodában van nyilván az Ovi után sokat vagyunk együtt, de hogy a hétvégéink azok nem volt az a reggeli összebújci, és akkor utána egész nap együtt, mert mentünk dolgozni. És, és megbeszéltük, hogy lesz egy, egy anya, lánya nap, amikor elmegyünk együtt ebédelni, és akkor iszunk kakaót, tejszínhabbal, és elmegyünk sopizni, mozizni, és akkor eszünk popcornt, és minden egyebek. Tehát, hogy, hogy, olyankor mindig megpróbálok beiktatni, beiktatni valamilyen extra plusz dolgot, ami, ami, mondjuk nem feltétlen minden, minden héten ér rá az ember, vagy tudja ezt megoldani. A másik oldalról pedig, amikor úgy esek haza, hogy hulla vagyok, és gyorsan még berakom a mosást, és elpakolom a mosogatógépet, akkor például megkérem, hogy segítsen a mosogatógépet bepakolni, és közben beszélgetünk, és tök aranyos, hogy a kezébe adom a kanalakat, és akkor ő is így pakolgatja velem szembe, mert az is hasznos idő. Persze sokkal lassabban halad, hogyha ő segít, és nincs az, hogy pikpak bedobálom, és akkor na, menjél már innen játszani, és akkor vagy így oldom meg, vagy pedig, hogyha tényleg, tényleg olyan van, és még mondjuk nincsen lefekvés idő, akkor csinálunk egy popcorn, beülünk a tévé elé, és akkor elkacarászunk a mesén, hogy mennyire cuki, és közben együtt popcornozunk, mert az számára is olyan, hogyha nincs a kezemben a telefon, és tényleg a mesére figyelek, amire ő is, és akkor megbeszéljük, hogy jaj, láttad, milyen aranyos, és akkor együtt nevetgélünk rajta. Az is egy picit, picit ilyesmi. Tehát, hogy én úgy gondolom, és hogy... Bocsás, hogy el tudod engedni a saját kötelezettségeidet mindeközben? Hogy Uszálj. jaj, hallod, hogy csippan a telefon, jött egy e-mailt, mit kell még elég? Én én például dízen? ezért vettem okos órát hogyha van a telefon, akkor ne az legyen, hogy megfogom a telefont, és a gyerek azt látja, hogy a kezemben van a telefon, hanem ránézek az órára az egy mozdulat, gyakorlatilag, oh. és, és látom azt, hogy, hogy fontos-e, vagy ráér majd egy fél óra múlva, amikor oh. emma már úgy vagyunk, hogy. Azért csodálkoztam csak ennyire rá, mert hogy én eddig álgáltam az okos órán. Nem, én csak azt kéne, hogy nekem az órámon is állandóan pittyeg, akkor értem, hogy ennek lehet akár jósága is. Ez, ez szülői szempontból én, én, tényleg azért szeretem nagyon, mert sokszor van olyan, hogy, hogy mondjuk legózunk, vagy most például anyukámtól névnapjára kapott egy nagy legót, és akkor három óra hosszáig raktuk össze, és indulás előtt, még koncertre indulás előtt, egész délelőtt legót raktunk össze együtt, és nyilván közben jött, hogy akkor fél órával hamarabb lesz az indulás, akkor majd így, meg úgy, meg amúgy, és, és pillanatok alatt az órán meg tudod nézni az üzenetet, lehet, hogy nem is kell rá reagálnod, csak információ, vagy az, hogy mondjuk kiírt, vagy kihív, vagy kikeres. Sokszor nyilván olyan is van, hogy, hogy látom az órán, hogy, hogy ezt fel kell vennem, és akkor mondom, hogy -e mostnak, hogy kettő perc, és tiéd vagyok újra, gyorsan le tudom, és akkor visszaülök hozzá. Tehát, hogy például nekem, nekem ilyen szempontból ez így nagyon-nagyon bevált, és nagyon-nagyon és sokat segít abban, hogy ne lássa azt folyton, hogy a telefonban az embernek a kezében, mm. mert sajnos ez egy társadalmi betegség. Így van, meg hogy egy ö, egészséges gyermek lelkületű gyermeket tudjunk nevelni, és itt, itt hagyni az Hát utok, meg hogy ne meg. legyen az, hogy amikor már nem tudom én 14-15 éves, és akkor, és akkor ütjük az asztalt, hogy tedd már le a telefont, menjék ki az udvarra, mert izé, és akkor megkapjuk a fejünk között, de hát neked is mindig a kezedbe van. Uh -huh. Tehát hogy gyakorlatilag a gyerek az máshol. Tehát hogy azt fogja csinálni, amit mi is csinálunk. Úgy fog viselkedni, és úgy fog, úgy fog dolgokhoz hozzáállni, megkezelni, ahogy tőlünk is látja. És és ilyen szempontból persze néha piszok nehéz. És és, 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 tényleg az embernek így venni egy nagy levegőt, erőt venni magán, de aztán, aztán közben meg olyan, olyan aranyos emlékek tudnak ezekből a még néha nehezen is neki kezdett játékokból kikerekedni, ami, ami úgy számomra is felnőttként emlék marad. Hmm. Legyen ez a végszavunk, illetve még annyit tudott eszembe mondani az előző gondolatod, hogy hát az én nagymamám meg azt mondta mindig, hogy pihenni majd a sírban, hogy ugye nekem ez is az egyik hitvallásom, hogy sosem állunk meg. Szilvi, élmény volt hallgatni, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, hogy élvezted ezt a beszélgetést, Jaj, és nagyon. nagyon. örülök neki, és köszönöm, hogy megosztottál velünk sok olyan apró részletet az életedből, ami talán eddig még rejtve marad, és remélem, hogy sokan tudnak is is belőle merítkezni. A könyvedet nagyon fogjuk várni ezek után. Fú, nagyon tervezem most. <laughs> Amikor már majd ezt rá időd, igen. A barátaim most már egy, egy jó, jó öt éve nyúznak vele, hogy, hogy kellene, mert hogy több könyvet is meg tudnék írni abból, hm. amit eddig megéltem, de most már tényleg nagyon körvonalazódik. Na, akkor várni fogjuk. Ne haragudj, hogy nem noxoztunk, remélem nem baj, de menjetek koncertre. Menjetek koncertre, és, <laughs> és fantasztikus érzés, hogy ennyire vártatok minket vissza, és nagyon hálásak vagyunk érte, és leszünk, és vagyunk, és rengeteg mindennel készülünk nektek, úgyhogy akkor a Szóra ennyi <laughs> Nagyon köszönöm, vigyázz magadra, sok sikert, köszönöm sok szeretettel. Puszilak, ölellek minden, amit csak tudok neked Viszont. mondani és adni. Köszönöm szépen nektek is, hogy itt voltatok velünk, és ebben a majdnem másfél órában kitartóak voltatok, de bízom benne, és szerintem kaptatok is jó sok minden. Jövő héten is várunk benneteket, tartsatok velünk, akkor is szép napot mindenkinek, sziasztok! A műsorszámot számot Nutriverzum támogatja.